Totális háborús lázban égnek a nyugati politikusok, ez derül ki a Bennfentes összefoglalójából. A portál az elmúlt 3 hét háborús nyilatkozatait gyűjtötte össze. Azután, hogy ahogy írják, a Dollár Média szerint a magyar kormány alaptalanul riogat a háborúval és annak fokozódó veszélyeivel. A Bennfentes szerint azonban a külföldről fizetett propaganda média politikai és finanszírozási okok miatt megint hazudik a magyaroknak. Centiken múlott az élete ennek az ukrán katonának. Az oroszok lövedékei a feje mellett csapódtak a fedezékéül szolgáló épület falába. Sokan azonban nem voltak ilyen szerencsések. Több százezren vesztették életüket eddig a 2 éve és csak nem 3 hónapja tartó harcokban. Ukrajna a komoly veszteségek miatt már egyre nehezebben tud utánpótlást küldeni a frontra. Kijev nyugati támogatói ezért saját katonáiknak parancsolnák meg, hogy nézzenek szembe az orosz haderővel. Vigyázni is kell, hogy nehogy beszippantson bennünket ennek a 21 néhány állami vezetőnek, ez a pszichózisa. A kormány és a kormánypártok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a nyugati politikusok egyre közelebb sodródnak az ukrajnai háborúhoz. Írja a Bennfentes.hu cikkében, amelyben hozzáteszik, a Dollár Média ezzel párhuzamosan azzal vádolja a Fideszt és a kormányt, hogy alaptalanul riogat. Lap kiemelte, a balliberális média teljesen elhallgatja a nyugati vezetők egyre vadabb puszításait, és nem számol be a háborús lázról. Emiatt az internetes oldal összeszedte az elmúlt hetek háborúpárti megnyilvánulásait. Ursula von der Leyen háborús elnök akar lenni, adta hírül március végén a Politico című brüsszeli lap. A Dollár Média természetesen nem számolt be a bizottság elnökének terveiről, áll a cikkben. Franciaország elnöke 2 héttel ezelőtt az Economist címlapján üzente meg a világnak ismételten, kész francia katonákat küldeni Ukrajnába, folytatja a szerző, aki emlékeztet, hogy Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter pár hete elismerte, már most is vannak NATO katonák Ukrajnában. Május elején pedig kijelentette, egy európai nehéz dandár létrehozását javasolja, amely gyorsan reagálhatna az EU szomszédos régióiban zajló eseményekre az Egyesült Államok bevonása nélkül. Litvánia kész katonákat küldeni Ukrajnába kiképzési misszióba, fogalmazott a közelmúltban a litván miniszterelnök. Ingrida Simonyité azt mondta, nyugati katonai kiképzők mehetnének Ukrajnába, mert ez lehet az első lépés ahhoz, hogy megvalósuljanak azok a kezdeményezések, amelyek szerint NATO csapatokat küldenének Ukrajnába. A lap szerint a finn elnök is a harcok folytatásában látja az ukrajnai konfliktus megoldását. Most a békéhez vezető egyetlen út a csatatéren keresztül vezet, idézték Alexander Stubbot az írásban. A Bennfentes írt arról is, hogy a háború kezdete óta vita volt arról, Ukrajna használhatja-e a nyugati fegyvereket arra, hogy Oroszországot közvetlenül támadja. Bajba Brázse lett külügyminiszter május elején azonban már egyértelművé tette, hogy ez a vita eldőlt. Ukrajna már kapott nyugati fegyvereket, és engedélyt kapott arra, hogy azokkal orosz területre csapást mérjenek, hangsúlyozta a politikus. Ahogy a szerző fogalmaz, a tárcavezető a legszebb európai demokratikus hagyományok jegyében hozzátette, az ilyen korlátozások feloldását Ukrajnával szemben nem vitatták meg nyilvánosan.